az előadásában bemutatjuk Gribojedov az Ész bajjal jár című vígjátékát. Az előadást rendezte Czarev. Magyar hangok. Képesi József, Bánsági Ildikó, Jani Ildikó, Újréti László, Hegedűs D. Géza, Fülöp Zsigmond, Vajda László, Komlós Juci, Császár Angéla, Győri Ilona, Kovács Nóra, Szabó Ottó, Balkai Géza. A magyar szöveget Kardos László műfordításának felhasználásával Dávid Csaba írta. Hangmérnök Morasi László. Rendezőasszisztens Csáki Vera. Vágó Kovács Jutka. Gyártásvezető Nagy Zoltán. Szinkronrendező Mohácsi Emil. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdióban készült. A filmváltozat rendezője Ivanov és Czarev. Fényképezte Zsuravjev és Rusakov. Első rész. Elmúlt az éj. Kint pitymalik újra szépen. Tegnap aludjunk, mondtam. De nem. Szerelme jön. Nyitva legyen fülem. Aludni nem lehet, csak örködjem egy széken. Az álom most nyomott el éppen. Már virrad. Szólnom kell. Kisasszony! Hé! Hey, Szofia Pavlovna! Késő van! Csak fecsegnek, s már kél a nap! Titkár úr! Meg se hallanak! Kisasszonykám! Ez mitől se fél? És ha váratlanul jöjjön a házuras betoppan, az lesz csak veszély. Nincs borzasztóbb, mint egy szerelmes úrnő. Búcsúzzanak hát! Reggel van! Ideje már!
A ház már talpon áll. Hány óra? Hét óra. Nyolc is. Kilencet üti. Nem hiszem. Jaj, de átkozott egy szerelem. Mert hallják, de érteni nem akarják. Most mit tegyek, oly késő az idő. Előre forgatom az órát. És ha végre ütni kezd majd, lesz hajcihő. Az úr. Az úr? Igen. Huncut fruska vagy te, Liza, látom. Csak hallgatom odakint ezt a nagy zenepanát. Minthogyha zongora vagy flóta szólna lányon. De ilyenkor még aluszik Sofia. De én, uram, csak véletlenül, uram. Véletlenül? No, csak ugyan. Tudom, nem is szándék. Te kis vadmacska, te! Csupa szerénység, kis tüzeske! De uram, én szégyellem magam! Te huncut, és hogy vág az esze? Tüzes és halvány, kis cica! Ereszem! Nem vagyok huncut, uram! Térjen magához! Késő van! Gyere! S ha itt lel valaki, hogy én magával... Ugyan kijönne most, hiszen a lányom alszik. Most feküdt le éppen. Hogy most? És éjjel? Olvasott egy végtében. Divat szeszély, és micsodát? Bebúvik, s olvas, de egyre csak franciát. Azt üzenem, hogy a szemét ne roncsa el. A regényekkel semmire se jut. A franciától aludni se tud. Én oroszt olvasok, s alszom, mint a tej. Ha fölkél, megmondom neki. De most menjen, uram! Még fölébresztheti. Én ébresztem, de muzsikálsz az órán, s az egész utca hallja a zenét. Uram, elég! Az Istenért! Ne kiabálj! Előtted az úr áll! Félek, hogy baj lehet belőle. Miből te? Nagyságos úr tudhatja, hiszen nem gyerek. A lányok reggel felé nagyon éberek. Ha suttog, vagy az ajtót nyitja, meghallják. Beszélsz össze-vissza. Hé, Liza! Az, Liza, oly izgatott vagy. Mi baj? Persze, magukra semmi sem hat. Hajnalig együtt, az is kevés a kisasszonynak. Csak ugyan virrad már. A nap fölkelt. Vége az éjszakának. Én fáradtam, s maga csupa bánat. Itt járt imént az úr. Remektem. Hazudtam, hogy a kisasszonyt megmentsem. Maga meg jó uram, induljon már, én kérem. Menjen innen, mert megfagy a vérem. Az órát nézze meg. Nézzen ki, ott az ablak. Az utcák is már tel is teli vannak. Lótfut a sok inas, és nyüzsög már a ház. De a szerelmes órára nem vigyáz. Az meg lehet, az a kisasszony dolga, de én felelek magáért, engem sodor bajba. Menjen csak, engem vár az unalom, a bánat. Isten vele, a kezét tartsa meg magának.
meglepetés. Molcsali. Nola. Igen. S mi dolgod itt? Ilyen korán. És Szofia? Jó reggelt, Szofia. Te miért nem alszol? Mi a baj? Nem értem. Ti ketten itt reggel? Hogyan? Mi véget? Csak most toppan be éppen. Sétából jöttem. Úgy. És nem sétálhatna, kérem, valahol távolabbi környéken? És te, kisasszony, alig, hogy felkelsz, már is legények várnak. Nagyon finom szokás ez. Bocsánat, papa. Egy kicsit szédülök. Az ijegység miatt nem kapok levegőt. Oly hirtelen tetszett betörni hozzám. Úgy megijedtem. Most még rám hivatkozol, szentem. Csalás, tetézni a gondot. Nem csaltam, papa. Hogy? Még a szemembe mondod. Talán zsém belek oktalan? Ne bőgj! Hallgass meg komolyan! Nem voltam mindig jóságos apád? Bölcsődtől fogva nem gondoltam rád? És nem hoztam-e, hogy meghalt jó anyád, Madame Rosier-ban második anyád? Őt vettem föl, hogy foglalkozzék véled. Okos nő volt. Nyílt ész és tiszta lélek. Csalódást tőle csupán egyszer ért, faképnél hagyott 500 rubelért. Valaki többet ígért neki, s itt hagyott. De hagyjuk a madamot. Nem kell neked idegen példakép, itt van atyád, ahogy ő, é, aki. Nézd meg, lányom. Nincs atlétai izmom, de mégis fürge. Friss vagyok, így értem őszhajat. S magam ura, özvegy, független és szabad. S hozzá úgy élek, mint egy szerzetes bizony. Kérem, bocsásson meg, hallgass! Szörnyű idők. Ez borzasztó unalmas. Mind bölcselkedik. Jár a szájuk egyre, és a lányok erkölcse. És te, uracskám? Nos? Mondd, hogy kerülsz ide? Te, akit árvaként a családba fogadtam, titkárul vettelek, ülnöki címet adtam. Ha Moszkvába nem hozatlak, én, öcsém, uram, hát megmaradsz vidéki számkukacnak. Én nem tudom, apust mi haragítja itt. Hát baj, hogy Molcsálin úr a házban lakik. Szobájába menet, véletlen ide tér. Véletlen? Vagy tán e szoba volt a cél? És miért vagytok ti együtt? Ez nem csupán véletlen. A véletlen csak annyi látja, hogy amikor Lizával beszélt apácskam, én ettől bent komolyan megrémültem. És hanyat homlok, rohantam ide. Na tessék, kiderül, hogy mindent én csinálok. A hangomat hallotta, s ettől megrémült izibe. Csak az a nyomasztó, hogy láttam szörnyű álmot. Ha elmesélném, megérteni, apa. Miféle álom az? Elmondjam hát. Aha. Hát kérem. Az úgy volt, álmodtam, hogy kinn a réten füvet kerestem, füvet, mindenfélét, de nem tudom miért. Aztán egy férfi tűnt elém. Nem láttam azelőtt, de mégis, mintha rég ismertem volna őt. Okos és kellemes volt, szerény és halk, bátortalan. Tudja, mint a féle szegény. Jaj, lányom, erről álmodni se jó. Ha szegény, akkor te hozzád nem való. Aztán a récs, a menny,
és minden messze száll. Csak a sötét szoba. Ketté hasad a padló, s apám előlép. Sápadt és vonagló, s a haja égnek áll. Az ajtók megroppannak, szerte válnak, s valami szörnyű emberállat elrántja tőlem azt a kedvest, gyötri nyúzza. Pedig ő minden kincsnél több nekem. Mennék felé, de visszaránt apuska. És körülvesz rém, röhely, förtelem, szörnyek süvöltenek. Ő utánam kiállt. Fölébredek. Kinek hallom szavát? Apám hangja. Valóság ez, vagy álom? Én ide futok, s maguk ketten ezt látom. Hát, buta álom. Ahogy nézem, van benne minden. Szörnyek, kísértet, ördögök, szerelem, virágok, rémek. És te miért jöttél, uram? Mert az ön hangját hallottam. Nem mondhatom. Kapóra jött a hangom. És mindenki, amint hajnalban hallotta, ide siet, akit elért. A hangomra siettél. És miért? Hadd halljam. Az akták miatt. Ó, még csak ez hiányzott. Micsoda buzgalom, micsoda lángok, e hajnali ügyirat szenvedély. Nos, Sofia, én békén hagylak, ne félj. Az álmok furcsák, s még furcsább az élet. Te álmodban füvet kerestél, és helyette szerelemre leltél. Felejtsd el, te csacsika, a csodákban nincs értelem. Ez a hiba. Menj, aludj tovább. És most az aktákkal mi van? Tulajdonképpen én csak annyiban, hogy nem adhatjuk ki őket így, uram. Sok az ellentmondás, ami bennük maradt. Én csupán attól rettegek, fiam, hogy halomba gyűlik ránk az ügyirat. Ha rád hallgatok, belefulladok. Pedig fontos vagy, nem egyet tudok. Aláírom, és már is elmehet. Ne nyomja szívemet. Isten önnel, uram.